Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és a Bannerlordból jelentkezem. Aki tudja már hányadik epizóddal, de szépen alakul Jorah sorsa. Na, megyek tovább Razikból elfele. Azt hiszem, itt mindent megtettünk, amit kell. Úgyhogy megyünk tovább Ashkar irányába. Itt a szép nap felkeltébe. Vagy napnyugtába? Napnyugtába. Követem ezeket a lovasokat. Usairt és... nem tudom ki ez a másik fiatalember. Nem ő Usair, a másik az meg eltűnt. Jó. Kajánk az van nem kevés. 12 nap már csak. Benézzünk ide Kuablabba. Megnézzük, mit árulnak itt. Hát, ha árulnak. Ó, van küldetésük nekünk, ilyen küldetések. Meg kell keresni a lányát, ez nem rossz. Ez meg, hát igen, Bandit Base, az annyira nem érdekel most még. Milyen recruitetok van? Mondjuk itt nem akarok nagyon recruitokat szedni, de egyébként őnek jó van lovasa. Mondjuk viszonylag könnyű pénzkereseti forrás. Megkérdezzük, hogy hol van a lánya. Vagy hát meglátjuk. Jó, ezt megnézzük, ezt a keressük meg a lányát küldetést. Ez egy érdekes dolog. Jó van. Na, szóval mi a problémád? Oké, megkeresem. Ne aggódj egy percig se. Ó, el is tudnám küldeni. De nem, megnézem én, nekem elég jó a karizmám, de... vagy egy charmom. De azt hiszem ez ilyen charm függő ez a dolog, úgyhogy... meg kell nézni majd, hogy milyen a charma az egyes embereimnek, és akkor ezáltal tudunk majd még operálni ezzel is. Megnézzük, hogy mit árulnak. Olcsó a grain. Megösszük mindet, elviszem. Egyet hagyunk nektek, jó? Eladni valónk most azt hiszem nincs gönc. Megint valami... ja, igen. Küldi. Daria the Wanderers, az... Daria. Daria az egy hős gyakorlatilag. Érdekes egyébként, ezek a hölgyek, akiket hogy vissza kell hozni az apjuknak, ezek a hős listába előjönnek majd mindenféle skill nélkül. Nem tudom, ők is alkalmazhatók lesznek, ilyen random, aztán random skilljük lesz, vagy hogy működhet ez? 662 aranyat kapunk érte, ez nem egy rossz pénz egyébként. És hát ilyenkor a környező falvakat kell átnézni. Elmegyünk mondjuk ide Mahluba. Talasz, ott megy Talasz partia. Kifizettük a 261 goldot. Itt szoktak lenni a nagyobb, komolyabb banditák ezen a részen. Vélhetően itt is lesznek. Ott is van egy... azt mondja, hogy itt nincsen, de Dokuába kell megnéznem. Jó. Sanala. Na, hol van Sanala? Megyek én Sanala fele? Nézzük meg, hogy megyek-e én Sanala fele. Merre van Sanala egyáltalán? Sanala, igen. Sanala felé simán. Simán vállalhatunk egy ilyen bulit. Elvileg. Mi volt ez a falu? Valami Kund. Ilyen kis rövid neve volt. Vagy Doka? Dokua? Dokua. Lehet, hogy ez volt. Jó. Akkor, ha még meg lesz a küldit, barátom, visszafele megnézzük, jó? 3 lovas, 2 infantry. Megnézzük ezt az ötös csapatot, hogy egy kis izgalom is legyen. Megnézzük, ő mennyivel megy. Mikor vannak lovasai, viszonylag gyors, 6-6, én meg 6-8 vagyok. Elvileg elkaphatom, ha nem áll össze senkivel. Márpedig itt be fog szorulni. Várj csak, barátom, hogy itt föl tudsz menni te. Nem tud fölmenni ő se. Az a nem menj. Itt elkapom a város határába. Ez egy érdekesebb csata lesz, mert ezek keményebb csókák. Viszont jobb a loot is. Na, végre. Elvileg jobb a loot is. Lehet, hogy most elvesztünk pár egységet, de nem biztos. De kicsit jobban beállunk.
Warriors. Infantry. Move. Forward. Shield wall. Form a wall. Archers. Yeah. Archers. Horse archers. Mounted archers. Charge. Charge. Jó, azokkal elbánnak az ijászok. Oké, és... Riders. Charge. Attack. Horse archers. Stop, stop. Move. Menjetek ide, nehogy lelőjétek nekem azért nusit. Hát nem találom ezt a Beduint. Csak azért is belelövök a fejedbe már, ha már idegeredtem. Jó, szerintem azért lehoztuk, sérülésünk sincs nagyszerű. Itt legalább már harcolhattunk izékkel is. Ez egy paraszt, paraszttal nem foglalkozunk, most nincs fogjunk se. Ja. Oké, viszont fejlődtünk szépen. Nem tudom, mennyi pénzt kaptunk. Done. Van söröcske, meg azért látjátok, itt jönnek jobb kardok. Jó, mondjuk nem jó cuccok, de azért mégse ilyen kis... Meg egy-két izé... Egy-két ilyen lószerszám is, ami tök jó. Nem kell venni. Jó ez, bírom ezeket így. Oké. Okay. Ja, itt van, Dokuába kell elmennünk, mindjárt meg is nézzük. Ezt ide bejegyezte a küldibe, ez tök jó. Megyünk is akkor oda, valahol itt láttam ezt, ja. Jó messze van szerencsére. Ez így nem szerencsés egyébként, de... Ah, lestopoltam, na. Futi, este van egy kis bűntiszt sebesség izénk. A karaván, oké. Okay. Ja, azt majd megnézzük ezt a 10 looters-t. Megkeressük a csajt. Na nézzük, elvileg itt valahol látni fogom. Ezt azért nem lehet beállítani ezt a vertikális szinkronizációt. Van ilyen opció. Invert mouse. Hát, hogy nem látszik ám a képen, csak nekem úgy néha, hogy el... Hát itt nincs olyan... Nem a gameplay, videónál kéne lenni, igen. V-sync, ez az, ja. Nézzük fullal. Egy jobb, oké. Okay. Nos, itt is velem jöttél? Hát jó, örülök neki. Egyébként, ha velem jöttél, az nem baj, mert... Hát, valamire arra vannak. Mert lehet, hogy neked is van ilyen csárbod. Azt összedobjuk, amink van, és akkor királyság lesz. Milyen jó kis helyen laknak ezek, nem? Nézzétek meg itt a tengerpart. Lovacskák. Nincs is fölgyújtva a falu, úgyhogy teljesen jó. A Wanderert kell megkerestem ott távolba. Ugye ők vannak csak bejelölve. Már készülnek elhajózni, oda nézz. Na jó napot! Melyik vagy? Ez a férfi, az a nő? Így oldalról talán meg tudjuk. Oké, okay. Nusi is fut szegényem. Na mondja. Itt viszont ott a csóka, igen, az félszemmel az rajtunk van. Elmondja a problémáját. Azt hiszem az egyik opció az a, hogyha megértem itt föl, akkor falazok neki és itt marad. Egyszer véletlenül ezt választottam, vagy hát megnéztem. De nem akarom, hogy itt maradjon, úgyhogy beszélgetek vele. És ha minden jól megy, akkor két jó irányú beszélgetéssel meg tudom vele, bizony, hogy jöjjön haza. Na itt van például ez. Azt mondja, hogy ez 30, ez 84%-os, ez egész jó. Aha, ez biztos, ez találatok. Itt egy másik ezzel meg, ez nem sikerült, de lesz még egy talán. Itt is van még, ez meg nem lehet. Hát a 39-es, ha nem sikerül, akkor viszont harcolnom kell ezzel a csókával. Oh, ineffektív. És akkor ennyi volt, nem? Vagy még egy van? Ajjaj, most nem látszik a... Ettől van egy, hát a 19-es. Ez se sikerült. Jó, hát akkor ez ennyi volt. Ezt is elnyomhatjuk, jó. Hát akkor így jártál, barátom. Meg kell öljem a társadat. Elfogadom a... duelt.
Nushival harcol? Ah. Az anyósodat vágod itt a Nushit. Látod? Ha jól döntöttél volna, akkor most nem lett volna. Most mehetsz haza apádhoz. Meg a pasidat is kinyírtuk. Nekem mindegy végül is, csak megóvhattad volna az ártatlan kis életét, macsa se volt. Duelbe elfogadta Nenushi is segített, ezt mondjuk jó tudni, hogy segít. Megvan a küldi így is úgy is, kapjuk érte a pénzt. Le is esett a 662, meg kaptunk egy kis elismerést is. Oké, meg megverjük ezeket a Lutherszeket itt. Nézzük meg milyen produkcióik vannak itt, és olcsó viszonylag a... A búza, amiből még azért van bőven, 15 nap. Hát jó, mindegy, ezt elvisszük. Egyet hagyunk, azért a falusiakra mindig figyelünk. Jó. Lév. Ez mi ez egyébként? Egy karaván? Vagy mi ez? Nem, ez egy gyalogos parti. Ilyen is van? Ha, nem semmi. Na, hon vagy te gyalogos Luther? Nem látom a lábadat. Remélem kell végüldöznöm a sivatagon. Az viszonylag gyorsan elkaptuk. Nem ment túl gyorsan. Na, Briganti. Hányan vagytok? 10. Jó. Adjunk egy kis esélyt a... Hát kiknek adjunk? Warriors. Infantry! Move. Forward! Shield wall. Form a shield wall! Jó, az ijászok intézik. Hol a Nushi? Riders. Soldiers! Ja, az összeset. Soldiers értett, az igen. Move. Move! Shield wall. Former shield wall! Azért a Ridersre mindig bejelentkezett. Riders! Riders! Mióta everyone az izé? Na mindegy. Meg kell néznem majd ezt a parancsot. Oké. Mehetünk ki. Kaptam valamit. Ijászatra kaptam. Oké. Szuper. Na, Luther 2, azt elvisszük, azt leadjuk a vízébe. Leadó helyiségbe, nem tudom, mennyi pénzt kaptunk, valamit biztos. Kis sajt is van itt, jó van, vagy mi ez? Sajt volt, ja. Oké. Okay. Megint van itt valami küldi, vagy mi ez? Jó, hát ezt tudom, hogy ennyi. Na. Közben reszetelem ezt a kis izémet, programomat, szerintem. Ting, így nem engedi? Mi a helyzet? Mindjárt visszatérek, csak nézem ezt. Oké, sikerült. Nem sikerült. Most lehet, hogy az asztalaudiót fölhúztam maximumra, de nem biztos, majd meghalljátok. Oké, okay, ezt lerakjuk, és ezt megnézzük, hogy miért nem tudom bezárni. Ok. Na most talán jó. Oké. Okay. Nagyszerű. Na, tehát akkor megyünk visszafele. Abba a faluba kéne jutnunk. Követjük ezt a kis csapatot. Megelőzzük őket, ahogy kell. Egy hideout is van. Jó, sokan vannak abban a hideoutban. Hol is van ez a hideout igazából itt? 4-5 vannak azért. Hopp, ott egy Luther-tel ezértem. Elkerültem. Na mindegy. Biztos van itt még, ahonnan az jött. Hoho, mennyi van itt? Csak nem fosztogatták őket. Jó.
Sanalába elvisszük, akkor ennek a mókusnak a cuccát, mondjuk nem kapunk érte, vagy nem érdekel nagyon az a bónusz, amit kapok, hogy itt jó legyek ebbe a faluba, de mindegy, arra van dolgunk. Ha nem sikerül, odaérnünk, akkor megmarad a kajánk. 10 Desert Horse, ez még jól is jön, hogyha nem sikerül a küldi. És ennek a Schumann Sun Silversmithnek kell odaadnunk. Oké. Jó, legyen így. Done. Megnézzük. Nem tudom, mennyi időt adtál rá, mindjárt meg is nézem. 5 nyomvat napot? Az viszont nem sok. Akkor bele kell húznunk. Mi a retek van? Mi ez a felkértője? Ja, az előléptetések. Egy kuzait nomád. Ajajaj. Kell, ez, ó, ebből viszont 5. Nagyszerű. Ebből is most már alakul, lesz egy kuzait horse archers. Oh. Jó. És ebből meg lehet csinálni sergeantet. Ahogy úgy. Na, mindenki meglépte a szintjét, nem? Itt van még a Imperial Veterán, vagy Menavillion. Imperial Veterán. Ja, ezt választottam. Ezt a vonalat. 160, 100, 160, 100. 45, 45, 60, 45, 45, 60, 15, 100. 15, 100. Tök ugyanaz. Ja, a végkifejlet lehet más. 80-20-130, 80-20-130, 260-as előzi meg. Aha, ennek a... Ja, ő crossbowzik, ez meg... Ez is crossbowzik. 130-80-130... Nem is értem, ez semmi haszna nincs ennek a vonalnak, ahogy látom. Mindegy, ez is crossbowzik. Csak erősebb. Na jó. Pénzben meg ugyanúgy 13-13. Nem is értem a kettő között miért van ilyen. Jó. Meg a lúterek, oké. Okay. Megvannak a népeink? 49, oké, okay, done. Hát itt most 12 lenne, ha el tudnám csípni azokat. Itt egyébként lóval foglalkoztok, na azt hadd nézzem csak meg. A Desert Horse. 82 náluk. 4 darab Desert Horse-uk van. Nekem is az van. Nem, Mildfire. Ó. Oh. És az enyémmel hasonlítja össze, hogy a Desert Horse az gyorsabb, és egy picit kevésbé fordulékony. A mule az nagyon rossz, az csak inkább teherbíró. Ez pedig mindenben gyengébb nálunk. Az Acerája, ja, az meg izé, oké. Okay. Desert Horse 4 darab. Ezt elvihetem végül is. 4 darab. 400-ba sincs. Nos, elég sok lovunk van. Na, nem viszem. Most 30 lovan van. Teljesen jó. Leave, és akkor... Na, nem ezt akartam. Azt a jó képességűt kéne elkapnunk. Ezt. Gyerünk. Hogy? Aztán akkor húzás izébe. Egyből a célponthoz, most nem tudunk nagyon harcolni, 5 napunk van erre a bizniszre. Meg etekkeljük ezt itt. Warriors! Infantry! Move! Shield wall! Shields up! Az el is dőlt. Horse archers! Mounted archers! Charge! Raiders! 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 Footman! Ah, és ez... Ja, az most jó! Raiders, follow me! A follow me-t tesztelem most éppen, azok ott így el lesznek. Raiders, follow me! Follow me! Oké, most működik, szuper. Jöhet utána a Nushi. Ahoj, azt de találtam. Egyiket eltaláltam. Lehet, hogy kapok egy kis izét. IS fejlődés, nem? Nem kaptam. De mindegy, jó volt.
Ezek milyen értékek? Ez a 6, 1, ezek fejlődések lehetnek? Kill, ja kill, ez meg az upgrade. Aha, egy darabot, egy kuzait nomád, ennek örülök, az jó. Az, azért vagyunk itt. Jó. Akkor itt van Jorah, nem volt killem. Kuzait Raider meg a Quangli-nak volt killje. Oké, okay. Done. Hanem ennyi pénzt adtatok. 99, az tök jó. Egy Bedouin Rover. Oké, okay, jöhet fogolynak, de biztos többet kapunk. Meg egy 100-ast azért gomboltunk róluk. Ó, még Desert Horse-uk is volt oda néz. Egy-két ilyen dolguk is van. Ó, de lesz itt lószerszám is dögivel. Cipekedni tudunk, van sok lovunk. Nagyszerű. Hova igyekszünk? Sanalába igyekszünk. Ja, megyünk visszafele szerintem. Most nem tudunk üldözni izéket. Azért Hubiárba benézünk, hát ha van lovagi torna. Nincs. Megkérdezzük, hogy hol van itt a környéken. Na mester, mondjad, hol van itt a közelbe? Kuashira és Porosban. Porosz és Kuashira. És azok hol vannak vajon? Köszönöm az infót egyébként. Azt mondja, hogy Kuashira irányába megyünk pont. Pont, pont, pont. Jó. Itt már nézegetünk azért a tavernba, hát hogyha az összes prisonert eladjuk itt. Persze, az mehet, az jó így. Meg eladjuk a cuccainkat és a fölös cuccainkat, ami nem kell. Fegyverből... Nushinak milyen kardja van egyébként? 61-es Cut és 32-es Pierce. 84-es Cut, ennek meg nincs Pierce-e. De egykezes, és ez is egykezes. 54, ez meg 141. Ez hogy néz ki, hadd nézzem. Az igen. Az kemény ez a kard. Mondjuk ennek nem csinálom, nincsen piercing damage-e. Mekkora döged? 111-es, ezt nekem kéne inkább te. Itt visszaadjuk neki a kardját. Nézzük meg az én kardomat. Jorah kardja. 72-es Cut, 34-es Pierce. 84-es Cut, ez még illik hozzám, nem? Csak nem annyira vlandiai egyébként. Jaj, te jó, jó, van mindegy. Odaadjuk majd izének, lehet annak a nagy darab Bengának, akit most szerződtetünk le, bár a franc tudja. Jó, egyelőre megtartjuk, és se kavics, a többi az nem kell, azt eladjuk. Egyelőre megtartjuk ezt a fegyvert, hát hogyha lesz valami, ami tényleg jó. Ez a sapka, ez kell. Ez a izé kell, a többi az ilyen kramanc. Illetve van itt egy válvédő. Egy hármas. Nem ezt akartam, hanem Lucy-nak megnézni, van-e. Armor tier 2, body 7. Jó, nincs olyan, ami... Kéne, ez mi ez? Turbán, oda néz, turbán is van. Na jó, mindegy, eladjuk. 421, nagyszerű. Jó, akkor maradt egy csizmink, van egy csomó lovunk. Ezeket is megtartjuk. Ja, abban három van már, ezek jók, jók. Tudom adni a lovakat a izék alá. Van Desert Horse-om is, jó. Nagyszerű. 20 napi kaja. Annak örülök. Jó, akkor itt megnézzük a fegyverzetet, hát hogyha van valami jó kis szúróvágó eszközük. Nincs, akkor ez megoldott, ott egy nagy kard van. 40-es Pierce-szel és 70-es Cut-tal, de nem az igazi. Jó. Oké, done. Eladtunk minden vackot, vicket. Nincsen senki a izébe, a tavernába. Jó, ennyi volt, akkor itt mehetünk is tovább. Ugye, beállítjuk az izét is, ide is megyünk, ezt is úgy beállítjuk, Ashkart is úgy beállítjuk, mennyi minden dolgunk van, hogy csak na. Most viszont nincs időnk, csak irányba tudunk küldözni lootereket. Hopp, egy army.
beszéljünk vele is, mert ő is tud valamit. Üdvözlöm, uram! Ujjjjjjjj! Na, amit te meg... megfenyegetem, hogy életed vagy halált. Köszönöm! El is hagyom, menjenek csak útjukra. Na, hogy valami nagy harc van, ugye? Jó van. Csak így tovább. Itt van egy kastély, kvasira oda megyünk. Lehetünk gyorsabban is, és akkor majd lepillanat stoppolom, hogyha valami gáz van. 281 pénz volt a dolog. Még három nyambat napunk van. Négyel beszéltem, tök jó alakul ez is. Ott búza volt, mindegy most már. Jó. Van itt egy küldi. Ez nem érdekel minket. Nem tudja eladni, ez nagyon. Deliverekkel foglalkozunk csak meg ilyen. Keressük meg a lányodat típusúakkal, meg esetleg majd később a rablótanyák kipucolásával, még azt el tudom képzelni. No, megnézzük a trade-et. Hát, ha van nekik valami jó szúró vágójuk. Nincsen. Nincs, sajnos nincs. Jó, oké, done. Akkor benézünk a kocsmák mélyére, nincs ott senki. Jó, akkor viszont... most nem vetkőztetjük már a kisasszonyt. Megküzdök vele. Legyen igazságos. Menjünk az arénába. Valószínűleg indul rajta. A szeráj hősök nem nagyon lesznek, mert valami öltalászító van. Meg Hassan is. Hassan is. Ó, te jó ég. Hassan elég erős. Talász szint úgy nem gyenge. Oké, Nushi. Hol harcol Nushi? Elment ide harcolni. Jó. Hát a Memaluk, meg az a Tribersman, ez nem valami erős szerintem. Ja. Hát az tovább jut. A Faris is biztos jó. Közepes. Jó, mindegy, skippeljünk, azt meglátjuk. Oké, Hassan tovább jutott. Wow! A Mameluk, Heavy Mameluk, az kinyújt, Palaszt kiesett. Jó, oké, csak akkor Hassan van. Már csak Nushi, vagy én. Nem, Nushi, vagy a Kugli, meg a másik, oké. Jó, Nushi tovább jutott, oké. És most jövök én. Megint egy sisakot lehet nyerni, nem is figyeltem. 21-es. Jó, hát nem pörögtem annyira erre rá, mert ilyenünk már van. De mellé dobtam. Na. Fáradok. Utolsó dobásom. Na jó, bökködős. Hát még bökködősbe. Jó, vele bököttük azért. Ez szép volt. Elég sok pontot kaptam szerintem. Na, itt az a helyzet, hogy mindenki ellen van. Reméljük, hogy Hasa nem jut tovább, de tovább jutott. Kettő tovább jut belőle. Na hát itt Nushival tovább juthatunk akár. De Nushit le kéne itt pattintanunk szerintem. Hol az én ellenfelem? Hagyom egy kicsit őket itt harcolni. Te vagy Nushi? Nem, menj csak rájuk. Mögéjük helyezkedem, hogy gyengüljenek. Az a stratégiám. Most kell becsatlakoznom, hogyha... Na hát akkor Nushival eldől most a csata. Ó, úgy látszik, most már Nushival is egész jól tudok harcolni, de mondjuk jó stratégia volt, hogy hagytam őket egy kicsit kivéreztetni egymást. Na nézzük, hát Hassa tovább jutott. Ó, és Nushival még egyszer kell küzdenem, most nem tudjuk kivéreztetni, most egy az egybe
el kell, hogy döntsük a csatát, meglátjuk, mire jutok ellene. Ez most egy tiszta harc, teljes páncélzatba, lehet, hogy megint lenyom, akkor megint vetköztetjük majd csaták előtt, ha így alakulna. Jó, kapott egy 44-es, mondjuk ebből sokat ő se bír rám. Kettőt, nem olyan nagy a HP-ja. Most újabban ezeket az izéket erőltetem, ezeket a fejütéseket, erős fejütéseket. Tudatosan, és ezek egész beválósak. Talán Hassan ellen is jó lesz, mondjuk... Hűha. Na mindegy, felrakjuk a szokásost, hát... ez izgi lesz. Vagy nem. Páncél is biztos brutális. Vagy valami király, vagy nem is tudom. Jó, azért a 23-osokat... Oké. Az a baj, hogyha szétcseszi a pajzsomat, akkor végem lesz. És elég erőseket üt. Ó, meghalt, jó. A pajzsomra kell vigyázz, de lehet, hogy most az a skill, hogy a pajzsom többet kibír, az sokat segített ebbe a harcba. Mert elég jól leamortizálta. 1020-at kaptunk, az jó. Meg azt a sityát, azt el is adjuk, az is egy 500-600-at talán ér. De lehet, hogy egy 1000-es, ki tudja. Na, menjünk trédelni. Na, csak 500-at ér. De ugye Nushinak is jobb van nála, 26-osja. Oké, tick, eladjuk. Ezt a fist megtartjuk. Jó, a többi cuccunk az már mind megtartós. Na, mindjárt 10 000-ünk lesz, lassan már izébe is kell gondolkodnunk egy jó kis cég nyitásában. Arénamester. Majdnem elfejtettem bele beszélni. Mondjad, mikor, merre? Porosz, Askar. Askarba pont megyek, az nagyon jó hír. Várjunk csak, de itt... itt van, ide szól a küldém, nem? Nagy elmenjek. Hogy hívják azt a izét? Csókát, itt van egy ember. Jó, ez nem. Nézzük meg. Ja, Sanalába nem ide szól. Hogy de csak az izé miatt jöttem. Oké, Sanala még rohadt messze, és 3 nap. Hol van Sanala? Ó, nincs olyan messze. Most azon gondolkodom. Ja, Askar az odébb van, oké. Hát akkor most tiplézébe. Sanala fele. Leave és go. Ezt a Lutas bandát azért elkezdjük üldözni. Ne fordulj fölfele, megy irányba. Oké. Okay. 49-10. Megnézzük a Szent Rupsot. Megnézzük, talán nem ölik meg a kuzait izéimet. Meghalt egy kuzait nomád. A rohadt életbe. Tudtam, hogy elvesztem, mindegy, egyre kevesebb lovas íjász. Nem küldök többször ilyent. Tudtam, hogy ők a veszélyben vannak, a kiképzetlen katonák ilyenkor veszélyben vannak, meg hát annyira nem is kaptunk sok izét. Oké. Okay. Na, ezekből meg azért gondolkodnom kell, mert itt van ő, akinek lándzsája van. Ő neki meg... Ja, ő légionáris, oké. Okay. Mert ezek a trained infantrymenek, ezek azért jók, mert ezek dobálnak is, tehát ilyen középtávolsági harcosok. Ők. Rajt csak íjászom is van egyébként. Hogyan vagyunk egyébként közelharcosban? Szóval 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hát te hogy kerültél ide? Ja, a küldetéshez adnak általában. 11. Hát ez kevés, tehát ebből kell még fölvennem majd. Spearman? Van egy Spearmanem, egy kuzait Spearmanem. Ez hogy alakult ki itt? Őt is nomádból neveltem, vagy valami másból, hát mindegy, nem baj. Rakjuk ide lejjebb. Oké, hát jó van, mindegy. 3, 4, 5, 6. 6 ilyen dárdás mondjuk nem lenne rossz.
Ezek tudnak dobálni. Őket megtartom szerintem. Nem fogom fejleszteni föl mindet. Dán. Meg izébe, ha elmegyünk, majd biztosan megyünk. Szana. Ezért területre. Empire területre, akkor ott még majd ezt pótoljuk. Azok elég jók szerintem a közelharcosaik. Hát most ezt lejátsszuk, ezt a csatát, akármilyen sötét van meg minden. Nem akarok több nomádot veszteni, amíg ki nem képezzük őket. Warriors! Infantry! Move! Move! Shield wall! Form a shield wall! Archers! Bowman! Open formation! Loose formation! Jó, ennél jobban nem tudnak szétállni ezek szerint. Hol vannak? Jó, ott jönnek. Ah, kettő között hogy elbírtam lőni? Egyet csak eltalálok. Nem. Az se jó, akkor nem kísérletezünk. Victory. Talán valami taktikára kaptam semmitől. Nem fejlődött senki. Ja, de egy crossbowman. Lett belőle sergeant. Oké. Okay. Az is jó. Még egy nomád. Ó, szuper, ez meg külön jó hír. Már csak 8-at kell felfejeztem, egy meg elveszett szegény a habogba. Elvisszük, eladjuk. Done. Nem is figyeltem, hogy mennyi pénzt kapunk. Kaptunk. Oké. Okay. Na, van itt még. Oda nézz, a vízbe mentem át én. Ó, azt a 15 lootert kifele majd elkapjuk. No. Akkor először is beszéljünk a... meg kell nézem kivel, mert nem tudom. Shumshan ural, ő az. Talk. Megnézzük itt a faluba, nincs itt a kosher is, mert lehet, hogy azok itt kolbászolnak itt a faluk között, vagy a városok között, aztán lehet, hogy most nem is Askarba van, hanem itt. Azt mondja, hogy én Jorah vagyok, és hoztam neked... ilyen lovakat. Tessék. Köszönöm, örülsz neki, ugye? Nagyon jó. Ha-ha. Meg pénzt is kaptam érte, az meg külön jó hír. Musit biztosított. Oké. Okay. Beadjuk a... Vagy csak aréna. Itt... Ó, itt is van izé, ahogy is indulunk el a csatába. Hogy állunk? Jó. Az még lehet, hogy belefér. Azt mondja, hogy recruit troops. Nem, de azt megnézem azért. Igen, ő vele voltam. Beszédben. Hát ide fölvették, valószínűleg ezek voltak a lovasok, vagy a jobb fajta katonái. Nekem mondjuk nem kellenek a szeráj katonák, csak hát azért ő vele most jobban vagyunk, lehet látni. Nem lehet látni, nem mentünk följebb, de inkább akkor a másikkal lettünk jobban, úgy néz ki. Na, adjuk el a vicékvackokat is. Oké, okay, ezek mehetnek mind. Itt nincs ruhákból, megtartjuk a sityakot, meg ezt a cuccot. Ó, van egy ilyen karvédő, ezt is megtartjuk, mert ez az ritka azért. Nekem is ötösöm van, egy ilyen karvédőnk lehet. Többi az mehet, ugye? Gondolom, igen. 2.18 az jó, lovacskáink azok mind megvolt, a kajánk az meg mind megvolt. Nagyszerű. Jó, és megnézzük itt is a szúró szerszámokat. Nincs valami vágó szúró, de nem látok. Hát íjakból meg ők annyira nem vannak eleresztve. Crossbow-t nem akarok. Nem meg ilyen dobálózós cucc. Uh-huh. Na dan. 10k átléptük végre a 10 000-et. Jó. Oké. Okay. Jó, mindjárt a 40. perc. Hát lehet, hogy ez már átmegy a következő futamra. Az lesz a következőt, egy tornával fogjuk kezdeni, mert ez elhúzódna már nagyon, és nem akarok most olyan hosszú részeket, mert több epizódot tervezek kirakni a csatornára. Megpróbálom így naponta egy epizódot esetleg, vagy ilyesmit megoldani. Na jól van, köszönöm a figyelmet, remélem tetszett nektek az a rész, itt is csináltunk sok mindent, és a következő részben folytatjuk a lovagi tornával, illetve utunkat, hova is, Askar felé, ami már nincsen messze innen. Na, jól van, köszönöm, sziasztok! What the-